Mikor ide jártunk a horgoló asszonyokkal, akkor mindig találkoztunk, mert egyszerre volt a foglalkozásunk. Ti mióta vagytok itt a művelődési központban? Ebbe az évbe fogadott be bennünket már szeptembertől, úgy én tanévbe szoktam számolni, szeptembertől vagyunk itt a műfázban. Előtte az egyik tagunknak a szülői házába kaptunk helyet, az eladásra került, és akkor most így a műfáz csoportjaként működünk. Egy kicsit a Szellőrózsa Foltvarró körnek a történetéről, ha mesélném, mert ezek szerint azért már elég sok évre nyúlik vissza. Igen, éppen számoltuk, hogy 98-ban alakult a csoport, úgyhogy most a 20 éves jubileumunkat is ünnepeljük tulajdonképpen majd ezzel a kiállítással. 98-ban Lengváriné Bárány Marika kezdte, és akkor én 2003-ban vettem át a csoport vezetését, azóta pedig engem kell viselniük a többieknek. Hát kérted, hogy ne beszéljünk olyan dolgokról, amiről 3 évvel ezelőtt azon a bizonyos karácsonyi kiállításon beszélgettünk, de azért egy kicsit én szeretném, ha felelevenítenénk, hát ha még valaki nem tudja, hogy mi is az a patchwork. Hát ez tulajdonképpen egy Amerikából eredő kézi munka, amit ott népművészetnek tekintenek már. Ez gyűrűzött be Európába, és akkor most már az európaiak is nagyon szívesen varják. Hát most már Magyarországon is elég jelentős a foltvaróknak a társasága. Annak idején én olvastam, vagy hallottam, lehet, hogy épp tőled, hogy takarékossági okokból alakult ki ez a fajta technika, hiszen minden apró darabkát felhasználtok egy-egy alkotásnál. Így van, ez annak idején így volt, aztán most már egy egész iparág épül rá. Mi is használunk régi anyagokat, de azért az újnak a varázsa az mindig izgató. Hogyan zajlik egy-egy foglalkozás itt nálatok? Mennyi időnként találkoztok, és mit csináltok egy-egy ilyen alkalomkor? 2-3 hetente találkozunk, hogy legyen idő megvarni. Általában megbeszéljük, hogy az év elején, hogy mi az, amit szeretnénk majd a évközben megvarni. Én keresek mintákat, meg szoktam előre varni, és akkor hozom a szakkörre, akkor megbeszéljük a technikai tudnivalókat, és akkor a következő alkalomra hozzák a csoporttársak, tehát mindenki otthon var. Mondjuk 2019. január 1-én mi volt az a célkitűzés, amit éppen felvetettél? Ebbe az évbe végig erre a kiállításra dolgoztunk, mert azért ez nagyon hosszú idő, és azt gyűrtük, hogy mi legyen az az anyag, amit meg tudunk mutatni, hogy ne ismételjük önmagunkat, hanem valami új oldalát mutassuk meg a tudományunknak. El lehet árulni, hogy mi ez az új oldal? Hát tulajdonképpen ugye a 2015-ös karácsonyi az színek köré, meg maga a karácsony köré épült. Most elengedtük a fantáziánkat, nagyon színes lesz a kiállítás, és tulajdonképpen a májusi virágzásról, a virágba borulásról fog szólni. Láttam itt sok-sok fát, láttam virágokat. Hogyan épül föl majd ez a kiállítás? Hát, mint az előzőnél is lesz benne meglepetés, nem akarom lelőni a poént. Igen, ilyen témaköré, tehát erdőmező köré fog épülni, de a többit majd, aki eljön személyesen, az láthatja. Hány tagja van most a Foltvarró körnek? 11-en vagyunk, ez stabil létszám. És kezdetektől, vagy azóta már csatlakoztak hozzá? Tulajdonképpen jöttek is, mentek is, de most már ennyien, jó pár éve, 5 éve legalább ez a társaság van együtt. Egy-egy ilyen elkészült alkotásnak mi lesz a sorsa? Otthon használják föl, vagy eladásra kerül, vagy esetleg máshol is vannak kiállítások, és oda mentek vele? Én úgy szeretek varni, hogy én elajándékozom. És mindig olyannak varrok, akit tudom, hogy hova kerül, tehát annak sokkal szívesebben varrok. De a legtöbbünk így van, hogy ajándékba varja, illetve a saját háztartásunkba, ami szükséges. Ehhez ugye említetted, hogy ma már egy iparág épült köré, tehát akkor szerintem kell elég sok pénz. Vagy rosszul gondolom, hogy nem egy pénzigényes hobbi ez? Bele lehet merülni nagyon, és rengeteg pénzt el lehet költeni, de azért a minták megszerzéséhez, az ötletek gyűjtéséhez az internet nagyon jó célt szolgál, egyébként meg ollótűcérna.
Meg anyag. Meg anyag kell hozzá, igen. Meg ne felejtsük el, hogy varrógép. Tehát csak azt foghat bele, gondolom én, akinek van varrógépe, vagy kézzel is lehet ezeket a munkákat elkészíteni. Nagyon érdekes, hogy van a foltvarásnak egy olyan ágazata, aki azt mondja, hogy az az igazi, aminek minden öltését kézzel varták. Hát én ezzel nem értek egyet, mert annyi időnk nincsen, hogy mindent kézzel varjunk, de lehet kézzel is. Én is sokat varok kézzel, szeretek kézzel varni egyébként. Ennek a patchworknek vannak különböző stílus irányzatai, különböző fajtái, vagy egy sablonra, vagy egy technikára épül az egész? Nem, nagyon sok fajtája van. Van, aki ragaszkodik a hagyományos Amerikából eredő blokkokra. Most itt Európában, meg így a magyar foltvarok körében is nagyon terjed ez a modern stílus, ez a minimál, színekkel játszunk, pár színnel, formákkal és a tűzéssel. Ha esetleg valaki csatlakozni szeretne mindezek után, amit elmondtunk itt az előbb, hogy mi minden kell hozzá, akkor még fogadják? Tulajdonképpen mi egy haladó csapat vagyunk, nehezen tudnak hozzánk csatlakozni. Tehát egyrészt, ha valaki eljön, akkor nem érti, hogy miről beszélünk. Tehát ezt azért az alapoknál kell kezdeni. Itt mindegyikünk valamilyen alaptanfolyamot végzett, és akkor arra építkeztünk. Tehát érdemes egy alaptanfolyammal kezdeni. Akkor még egy kicsit erről a kiállításról beszélgessünk. Említetted, hogy egyfajta koncepció köré épül, ugye a karácsonyt elengedtétek, a színek lesznek dominánsak, és mi lesz a fő koncepció? Tulajdonképpen kivisszük az embereket így a kiállítás kapcsán egy erdőbe. Ez a koncepció, és akkor majd ott még finomítjuk a dolgot. Tavasz, hiszen a kiállításnak az a... A tavaszi erdőbe visszük ki őket. Akkor lesznek fák meg virágok? Igen. A tulipánon kívül milyen virág készülhet még patchwork technikával? Minden fajtát tudtok készíteni? Tulajdonképpen mindent el lehet készíteni. A liliomtól az orchideáig mindent. Mi annyira nem merülünk bele. Mi jobban szeretjük azt, ami anyagra van varva, inkább ilyen rátétes technikával, de nagyon bevonzott a foltvarás az origami technikát, és ott is nagyon sok virágot meg lehet, amit papírból hajtogatnak, azt meg lehet textilből is hajtogatni. És hogy fog zajlani ez a kiállítás? Lesz gondolom egy megnyitója, ki nyitja meg a kiállításotokat? A kiállítás megnyitója megint ilyen meglepetés műsor lesz, tehát most előre azt se szívesen árulom el. Tehát lesz műsor, mi magunk nyitjuk meg, tehát ilyen belső körben nem lesz olyan hivatalos megnyitó. Egy kis műsorra kezdünk, és aztán mindenki láthatja. Aki szeretne eljönni, annak mondjuk el, hogy mikor lesz pontosan ez a kiállítás megnyitó. Hát ez a Kiskörös 300-nak a záró hétvégéjének a megnyitó programja lesz, május 17-én, pénteken, 17 órakor viszonylag könnyű megjegyezni, itt a Művelődési Háznak a felső kamara termében. És esetleg aki a kiállítás megnyitóra nem tud eljönni, az meddig nézheti, meddig lesz nyitva? Elég hosszú időt kaptunk, június 8-án fogjuk lebontani, tehát addig mindenkit nagyon szívesen látunk.